Hosszú nagy vakáció, már csak emlék, álom. Szép volt, jó volt, s hogy eltelt, kicsit még sajnálom. De szólít az iskola, s padok, térkép, tábla. Ha tehetnék, futnának elénk az utcára. Már szombat reggel megnyitotta kapuit a Móra iskola, ahol a családok évéhez kapcsolódva egy projektet indítanak, és egészen szeptember végéig különböző programokkal készülnek a diákoknak és a szüleiknek. Már az évnyitó ünnepi műsorát is a projekt keretein belül állították össze, így nem csak a diákok, hanem a szülők és nagyszülők is részt vettek a különleges előadásban. Az igazgató évnyitó beszédében elmondta, hogy a nyarat felújításra használták fel az iskolában. Júliusban sikerült kifesteni az iskola egész épületét, amire nagyon rég volt példa, így minden tanterem és folyosórész is új falakat kapott. A festésen kívül még sok más minden megújult, vagy éppen megújul, hiszen a munkálatok még jelenleg is zajlanak. A földszinti részen pedig egy nagy felújítás történt, az elektromos vezetékek, mindenféle kábeleknek a cseréje, illetve a falburkolatot cseréltük ki, ahogy látható, ilyen értelemben színesebbé vált, 42 éves volt ez a falburkolat, ami itt az aulában volt, és ezt váltotta föl, egy kicsit hangulatosabb színekkel, vidámabbá próbáljuk tenni az iskolát. Ezen kívül természetesen sok más is történt, többek között a tornatermi részben, az uszodai részben, az öltözőkben csempésztünk, járólapot helyeztek el az uszodai területen. Az előző tanév végén megszervezett német tábor már a család jegyében telt. A programok java azonban csak most kezdődik az intézményben. Szeptember 15-én egy szülőkkel és pedagógusokkal közösen tervezett kerítés-festésre invitálnak mindenkit. Ezen kívül pedig tanácsadó interaktív előadással, kiállítással és véradással is készülnek a család projekt keretein belül. A legnagyobb projektzáró programunk az pedig szeptember 29-én lesz, amely két színhelyen zajlik. Az alsósok kezdenek itt a Móra iskola épületében, a felsősök pedig kint a Vicónál. Mind a két színhelyen délelőtt családi játszóház, illetve családi vetélkedők lesznek, és kint a Vicónál pedig családi főzés is lesz, amelyet majd közösen fogyasztunk el délben, amit a szülők elkészítenek, és délután pedig a Buborék Együttes koncertjére szeretnénk invitálni a gyermekeket és a szülőket, ezután pedig egy családi Ki mit tud vetélkedő kerül megrendezésre a színpadon a Vicónál, és egy közös énekkari produkció zárja a projektet, amelyben szülők, gyermekek, pedagógusok is egyaránt részt vesznek. A tanévnyitó végén bemutatták az új tanárokat, és hagyományokhoz híven kiosztották az iskola kiselsősei számára a süveg alakúra összetekert ajándékcsomagokat is. A 2018-2019-es tanévet mintegy 700 diákkal kezdi meg az intézmény, ezen belül 4 elsős osztályt indítva, 86 új kisdiákkal.